Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes YouTube csatornán. Ma egy igazi különlegességet készítek nektek, egy spanyolos ihletésű töltött pesztos palacsintát. Ehhez egy friss pesztót fogok készíteni mai szedésű bazsalikomból, és egy különleges, lepényszerű palacsinta receptet is elárulok nektek. A végén pedig egy házi készítésű pizzaszósszal beöntöm, és növényi sajttal szépen a sütőben aranysárgára sütjük. Gyertek, tartsatok velem most is! Készítettem már nektek itt a csatornán többször is palacsintát, édes és sós töltelékkel. Most is egy változatot fogok megmutatni, de egy zöldfűszeres csavar lesz az érdekessége. Először is ebben az üvegtában elkészítjük magát a palacsinta tésztát. Finom őrlésű királybúzalisztet kimértem, a receptet majd, ha legörgetitek a videót, ott találjátok meg. Most a számokkal nem akarlak terhelni titeket. Csak figyeljetek a kezemet, mert nem csalok, ez az igazság, és egy gyönyörű tojásmentes palacsinta fog a végén kisülni belőle. Most a rétes liszt került bele, körülbelül egyharmad arányban a finom királybúzaliszthez képest, ez pedig a teljes kérlésű búzaliszt volt, amit hozzáöntöttem. Mehet hozzá egy kevés fokhagymapor, vagy granulátum. Ugye említettem, hogy egy fűszeres palacsinta lesz, úgyhogy ezt ne lekvárral képzeljétek el, de mindezt a fűszerek nélkül is el lehet készíteni, és utána édességre használni. Jöjjön egy kis Vegamix só, ez az úgynevezett glutamátmentes bio ételízesítő. Ha nincs otthon ilyenetek, mondjuk lehet kapni ugyanebből a bio verzióból leves kockát, azt is bele lehet morzsolni, nagyon finom zöldséges fűszeres ízt ad neki. Mehet hozzá egy kevés fekete só, így óvatosan, nehogy a végén sós legyen az egész ételünk, és egy pici szerecsendióval szeretném még megfűszerezni, egy kis különleges csavart adunk neki. Sót ugye beletettem két változatban is, egy picike olaj mehet hozzá, ez most finomított napraforgóolaj, így csak egy-két evőkanálnyi, és már jöhet is a víz, keverjük össze. Fokozatosan adagolom hozzá, nehogy túl sok legyen, és aztán a lisztekkel kelljen korrigálni, és középen, ahogy elkeverem, látjátok, hogy szépen veszi fel a vizet, lehet, hogy fog kelleni mind, de először megnézzük, hogy ez most elég-e hozzá. A lényeg, hogy csomómentes legyen, az alján is jól elkeverjétek. Na most félreteszem ide egy percre, és jöjjenek a zöld fűszerek. Petrezselyemet használok először, és leszedem őket, szépen így a leveleit, hogy a fás vastag szára ne kerüljön bele, hogy lehetőleg minimális mértékben. Fölvágom jó apróra, amennyire lehetséges. Mehet is a palacsinta tésztába. És a másik pedig a friss bazsalikom lesz. Nézzétek ezeket a gyönyörű, harsogó leveleket, ezeket ma reggel szedtem, és itt is fontos, hogy a vastag szára ne kerüljön bele, úgyhogy szépen így leszemezgetem a szárról. Szintén apróra vágom, és mehet ez is a tésztába. Elkeverjük, és megkóstolom, milyen az ízvilága. Kellőképpen sós-e, fűszeres a tésztánk, nem elég sós, ezért fontos a kóstolás, úgyhogy ebből a bio ételízesítőből teszek még bele, és egy kevés fokhagymaport is elbír. Úgy, jó is lesz, nézzük meg a merőkanállal a végeredményt, így látjuk igazán az állagát. Szerintem jó lesz, de mindjárt kiderül sütésnél. Közben már két tapadásmentes palacsintasütőt fel is forrósítottam, és megindítjuk a sütést. Egy picike, icike-picike kis finomított napraforgó olajat megjáratok a serpenyőben, átöntöm a másikba, és nézzük is az elsőt, hogy terül szét a serpenyőben. Egy-másfél percet sültek a palacsinták, egy kis szilikon lapáttal egy kicsit megpiszkálom a szélét, és megnézzük, hogy elengedi-e. Nagyon szép, jöjjön az első forgatás. Szuper! Nagyon
kicsit megpirult itt aranysárgára, de tökéletes jöhet a második is. Jó a serpenyő, jó a massza, úgyhogy elégedett vagyok. Az első mindig a kritikus, és utána már megy gördülékenyen. Elfogyott a palacsinta tésztánk, kész is lettem a gyönyörű fűszeres lepényekkel, amint így látjátok. 12-14 darabot lehet belőle kihozni ebben a vastagságban, de addig, amíg betöltöm, szépen lefedem egy tányérral, és majd erről az oldaláról a legelőször sült szeleteket fogjuk betölteni. Most pedig készüljön el a pesto, ebben az üvegtálban fogom elkészíteni az említett gyönyörű házi bazsalikom levélkéimet. Szépen leszárazom, csak a levelek kerüljenek bele. Bele lehet egyébként turmixolni a szárát is, ha nem túl fás és kellőképpen erős a turmix gépetek, de nálam mindkettő hibázott. Most pedig jöjjön a többi összetevő, egész fokhagymát teszek hozzá, tetszés szerint mondjuk ezt az 5 gerezdet, mehet hozzá egy kevés zöld bors, őrölve, egy pici só ízlés, azaz tetszés szerint, úgy, csak hogy ne legyen teljesen ízetlen, olívaolajat locsolok rá bőven, hiszen ebben nem fog más folyadék kerülni, csak az olaj és a zöld fűszernek a víztartalma még, ami a szaftját fogja adni, így bőségesen mehet az olaj, és majd idővel, ha ott tartok, a diót és a kesudiót fogom hozzáadni, de még a citrommal is szeretnék valamit kezdeni, méghozzá biocitrom héjat, egy keveset reszelek bele, ettől nagyon finom kis kunkort kap az ízvilág, mehet bele egy kevés sörélesztőpehely, ez csak úgy az íze és a vitaminok kedvéért. És kezdjük el a turmixolást, nézzük, hogy hogy viszi a botmixerünk. Ha keveslitek a bazsalikumot, már pedig én most keveslem, akkor egy kevés petrezselyemmel fel lehet húzni. Szintén leszárazom, és mehet is a pesto alapba. Most már hozzáadom a kesudiót is. Hát ez elbírja, és a diót, és készre turmixoljuk. Nem kell túl krémesre, ezt is lehet tetszés szerint picit darabosra hagyni a magvakat, ízlés szerint, minden cseppje kincs, úgyhogy megmentem itt a szilikonlapát segítségével. Elkészültem ezzel az isteni pesztóval, amit látjátok, rengeteg mag van benne, gyönyörű az állaga, jó, sűrű, tömör, nagyon sok mindenhez felhasználható. Amit itt az üvegben láttok, azt nemrég készítettem el otthon, a saját bazsalikomomból, friss olívaolajjal, extra szűz olívaolajjal, és bement a hűtőbe, és fokozatosan használom akár tésztákhoz, vagy csak egy pirítósra kenve, egy kevés hagymával, isteni. Na, de jöjjön a következő fázis, rakjuk össze a palacsintát. Először ezt a tepsit mutatom meg nektek, egyszerű, fém, otthoni kis tepsi, és egy kevés bio margarinnal kikenem az alját. Ez azért szükséges, hogy ne ragadjanak bele a palacsinták sütés közben, de bármilyen olajat is használhattok. Nézzük meg a gyönyörűséges palacsintáinkat. Isteni rugalmas lett, egy picit vastagabb, mint az édes változatot megszokhattuk, amint látjátok, azért van egy jó kis textúrája. És amit még szeretnék beletölteni, az friss paradicsom lesz. Ma reggel szedtem őket, fekete paradicsom is van itt. Karikákra vágom. Minden elő van készítve, most már tölthetjük is. Először is egy kis pesztóval megkenem. Elég, ha csak a felére teszek. Így, egy jó teáskanálnyit. Hát, fél evő kanálnyit, és két karika paradicsomot ide ráhelyezek. Egy kevés reszelt sajt mehet rá, növényi természetesen. Hadol vagyjon ez is közé. És úgy hajtom,
mint a klasszikus gundel palacsintát, tehát háromszög alakúra. Mehet a tepsibe, jöhet a következő. Betöltöttem 10 darabot, a maradékot félreteszem, hát a stáb meg fogja kívánni, és nem bírják ki a sütés végéig. Nézzétek, milyen szépen állnak itt a kis háromszög palacsintáink. Jöjjön a következő fázis, mégpedig beöntöm egy kevés pizza szósszal, házi készítésű fűszeres paradicsomszószról beszélek. Isteni ízvilága van, mehet is rá. Lepje el a palacsintákat, nem szeretném, ha megégne a tészta. Ennek a receptnek az ihletését a volt munkahelyemről, flamenco szállodából hoztam, mégpedig spanyol szálloda révén volt egy vendégséfünk, aki egy étterem tulajdonos is volt, akit úgy hívtak, hogy Subán, és ez a Subán palacsintája. Picit megdíszítem a tetejét, néhány szem sárga paradicsomot fogok rávágni, mereszelem. Még növényi sajttal, mehetnek rá a kis gyönyörű paradicsomok, megszórom még a tetejét egy kevés morzsolt oregánóval, jó illatos lesz, mikor majd kiveszem a sütőből, szuper, és mehet is be a 200 fokos forró sütőbe. Negyed óra alatt gyönyörűen megsült a palacsinta, nagyon izgatott vagyok, ilyen formán még sosem készítettem. Jöjjön a tálalás, megpróbálom úgy kiszedni, hogy ne essen szét. Tűz forró még, természetesen alányúlok egy szedőkanállal. Egy pici darabka bennmarad, de nem probléma. Mehet rá egy pötty bazsalikon még így a tálaláskor, és egy pici friss levelekkel díszítem. Nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Fűszeres paradicsomlepény, házi készítésű pesto, egy igazi fűszeres pizzaszósz a tetejére, az egész növényi sajttal egyben sütve, isteni lakoma lesz. Remélem tetszett a videó, és ti is kipróbáljátok, találkozunk a jövő héten, sziasztok!